Szeretettel köszöntöm nézőinket, Nagy Körút című közéleti magazin műsorunk 8. évfolyamának 7. adását látják. Mai műsorunkban két témát kínálunk önöknek. Először egy rövid beszámolót láthatnak a 2012-es Astellas gyermekrajz pályázatról. Ezt követően kisfilmünkből az is kiderül, hogy mi az az Afrika kamillája, aki ebbe segítségünkre lesz Tamás Eszter vegyész. Tartsanak velünk! Megvannak 2012 legkedvesebb gyermekorvosai, vagyis az első Astellas gyermekrajz pályázat sikerrel zárult. A nevezési határidő lejártáig beküldött 335 pályaművet 7 tagú zsűri értékelte, majd kiválasztotta azt a 115 alkotást, melyek a döntőt jelentő közönségszavazáson is részt vehettek. Egy kicsit bajban vagyunk, mert olyan sok szép alkotás érkezett, hogy nehéz a döntés, nehéz kiválasztani, hogy ki az a legjobb, aki tovább jut majd és nyereményt kap. De összességében azért a legjobb talán itt lenni és zsűrizni, mert ugye a médiában olyan sok rosszat hallunk az orvosokról, az egészségügyi ellátórendszerről, hogy szinte ilyen pozitív történetekkel alig találkozik az ember, és hát most az egész napunk erről szól. A gyermekkéz alkotta rajzokra, festményekre és egyéb technikával készült munkákra a szavazás teljes ideje alatt összesen 11.968 szavazat érkezett be. Én már megnéztem a rajzokat korábban az interneten is, és jó pár volt, amit meg is könnyeztem, mert jó pár rajzban olyan erős érzelmi töltet van, hogy nehéz is tőle elvonatkoztatni. Hát nem is a rajzokat próbáljuk értékelni, hanem azt a kisugárzást, amit takar. Rengeteg drámát látunk, vidámságot, félelmet, izgalmat ezeken a képeken, ezek abszolút átjönnek, és jól látszik az, hogy a gyerekek ezeken a rajzokon keresztül fejezik ki sokszor az érzelmeiket, de többségében azért inkább a pozitív érzések azok, amik megjelennek ezekből a rajzokból. A beérkezett pályamunkákat három nagy korosztályra bontva lehetett értékelni. Így több győztes is született a 6, 8, 9, 11 és 12-14 éves kategóriában. Nagyon, nagyon érzékeny terület, megtalálni a gyerekhez a hangot, vagy az utat, ami persze segítség ahhoz, hogy meg is gyógyuljon az a kisgyerek. Nem úgy kell kezelni a gyereket, hogy nem tudja, hogy miről van szó, nagyon is felfogják ők a körülöttük levő világot, sőt, sokszor sokkal jobban, mint a felnőttek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy felnőttként kell őket kezelni, és partnerként kell tekinteni a gyógyításba. Hiszen, hogyha a gyermek nem akar részt venni ebben, és ő nem akar gyógyulni, akkor nem lesz hatásos és hatékony a gyógyítás. A zsűri nem csak a közönség szavazásra tovább juttatott rajzokat választotta ki, hanem maga is döntött az egyes korcsoportok dobogós alkotásairól, amelynek során a rajzban megjelenő gondolatot, a kivitelezést és a képi kifejezés minőségét egyaránt figyelembe vette. Nem a művészi értéket látom én sem főként a rajzokban, hanem az, hogy mi hogy jelenünk meg a gyerekek kis képzelet világában. Itt előttem pont egy 6 kezű doktornéni látható, aki 6 kezével utal arra, hogy majd házi gyerekorvos rendkívül sokat dolgozik, és nem egy embernek, hanem 3 embernek végzi el a munkáját. Valószínűleg ezért mi nem a művész értékét nézzük, hanem az ember azt nézi, hogy mit próbál a gyerek üzenni ezzel. Nem véletlenül a pszichológusok a gyerekrajzot azt mondják, az egyik legjobban és legprecízebben az ábrázolja a gyerekek lelkivilágát, úgyhogy ezek a rajzok valószínűleg minden szóbeli verbális köszönetnél inkább kifejezik, hogy a gyerekek mit éreznek a nővér, ápoló, orvos iránt. Bár a pályázati kiírás nem tette kötelezővé, a rajzok mellé gyakran rövid történetek is érkeztek a gyermekektől, melyekben néhány sorban leírták, miért az ő doktornéniük, doktorbácsiuk a legjobb az egész világon. Topogó, totyogó kisgyerekek, és olyan boldogan tudnak jönni és hozzák, hogy doktornéni netet hoztam.